nagyon lelkesítem ugye gyerekekkel együtt lenni. Sokan úgy gondolják, hogy ez az egyik legnehezebb része a sofárnak, mert egy csomó gyerek, aki mindig izeg-zizeg, és valóban rendesen lefáradunk, de a sofár az a hely, ahol töltődünk is a gyerekekből is, és hát az esti alkalmakból is, amikor együtt vagyunk a felnőttekkel, meg a többiekkel. Volt, amikor sok ilyen cserkész játékot játszottunk, mert csütörtökön elmentünk egy tanyára, ahol megnéztük az állatokat. Valóban egy igényből bontakozott ki a gyereksófár, hogy egyre többen jöttek családosok, kisgyerekekkel ebbe a táborba, és megfogalmazódott az, hogy mi is legyen a gyerekekkel, sok évig csak játszóház, gyerekmegőrző működött, de mi szerettük volna, hogyha ez a generáció is bekapcsolódhat a dicsőítésben, és elkezdtünk azon gondolkodni és kérni Isten vezetését, hogy a gyerekek számára a sófár mit adhat, mi az, amit ebben a korban már megélhetnek a dicsőítésből, a sófárnak a szellemiségéből, és hát többen egymásra találtunk. Az öreg néni az így mutat. És a bikát meg így. Meg szoktak tanítani is. Például a galileai tengerről, halászokról. Utána szoktunk énekelni, megtanulni. És utána szokott lenni az imádság. Azután még marad egy kis idő játszani általában, és utána meg megyünk ebédelni. Mi voltunk a jó madarak. Igen, a lányok meg annyira rosszak voltak. Nem, ők nem. Csak sajnos kibottyantunk a fészekből. Igen.